Na, akkor elindulok egy rövidebb útra, mert Damilékkel mennem a fűkaszához, de onnan meg úgy látom, hogy valami eső készülődik. Most beraktam egy újabb mikrofonszivacsot. Majd nem megyek olyan nagyon gyorsan, hogy kíváncsi vagyok, hogy kültéren majd mennyire lehet hallani a szöveget, vagy a mondani valómat. Aztán majd meglátjuk, hogy érdemes-e tovább fejleszteni így ezt a mikrofont, vagy teljesen egy másikat kell feltennem. Na, jó, a láthatósági mellényed is sokat számít. Nekem is kell valahogy majd egy olyan kabátot szerválnom, ami jobban világít. Én is szeretnék egy olyat, mert ez a fekete meg, nem tudom, ezek annyira nem jók. Jó, mondjuk az a bőrcsöki az pirosban az elég szép, de az sem egy olyan feltűnő szín. Már ugye Nándival már beszélgettük, hogy majd elképzelhető, hogyha egyszer festésre kerül a gépezet, akkor majd valami figyelemfelkeltőbb szint is belecsempészünk egy-két helyre, legalábbis előre. Az első rész a lényeg, mert ugye tükörbe azt látja az autós, ha egyáltalán figyeli a tükröt. Mert a hátulsó része szerintem annyira nem lényeges. Meg hát majd a kabát vagy az öltözékre kell olyan különböző dolgokat föltenni, hogy jobban láthatóvá tegyük magunkat. Igen. Csendes itt most az a herédi rész. Most mit akartam? Irányjelzőztem, meg valamit nyomkodtam. Nézd már, belagadt valami gomba. Egyik olyan. Rengeteg kavics felverődés van itt az útszéleken, meg a kanyarokban, úgyhogy annyira oda kell figyelni. De hát sajnos nem tudom mit csinálni. Amennyire lehet, én is figyelek, meg megpróbálok úgy óvatosabban menni. De az a baj, ilyen pici kis kavicsok, ha úgy vannak kint, alig észrevetően, meg amíg ráadásul nappal szembe mész, vagy ilyen árnyékos rész, de van a kanyar, akkor nehéz észrevenni, úgyhogy be kell figyelgetni. Erről a Nógrád szakáli útról annyi még eszembe jutott, hogy mindenféleképpen vissza kell arra a környékre jutni, mert nagyon szép ez a nógrádi rész. Úgyhogy próbálgatok majd keresni olyan helyeket, ahová még érdemes elmenni így egy-egy napra vagy egy-egy fél napra, mert mindig találok egy-két olyan dolgot, meg helyet, ami számomra érdekes, és akkor úgy gondolom, hogy talán másoknak is érdekes lehet. Mert ez tehát messzire nem nagyon akarok elmenni, mert anyagilag most nem nagyon vagyok úgy, hogy nagyobb körutakat tudjak tervezgetni. De így 100 km-en belül, vagy 150 km-en belül talán azért össze tudok hozni egy-két olyan anyagot, ami nagyobb érdeklődése tartott számot. Jöttünk a múltkor hazafelé Holdókőről, és ugye a kerekharaszti rész az nagyon-nagyon gázos volt sok-sok éven keresztül, és végre megcsinálták, úgyhogy tükörútban nagyon jó, tetszik, nagyon jó volt arra végig menni. De most már mindjárt itt vagyunk a keresztődésnél, fordulunk balra. Mindig akkor jön autó szembe, amikor én jövök, ha ki akarnám találni, hogy jöjjön egy autó, nem biztos nem jön.
bicikliseket körülbelül így kellene kikerülni, amikor én is bringázom, akkor vagyok nyugodt, hogyha legalább ilyen távolságra mennek el mellettem, mert ne adj Isten, elébe kerül egy kis gödör, vagy bármi más, aztán ő is elrántja a kormányt általában ugye befelé, mert kifelé meg még rosszabb az út. Úgyhogy ezért érdemes nagyon odafigyelni és megtartani az oldaltávolságot, lehetőleg még tágabban, mint ahogy a PESZ előírja, mert így biztonságos mindenki számára. Na jó, de ezt mondom én, aki bringázik is, de ugye sokan, akik nem bicikliznek, vagy utálják a bicikliseket, meg még a motorosokat is, azok nyilván, hogy nem nagyon fognak ezzel foglalkozni. De én azért azt gondolom, hogy mindenki egészségért, épségért érdemes ezzel foglalkozni, vagy odafigyelni. Már esik az eső szerintem. Igen. Lehet, hogy most esik az eső, az nálunk regulátor. És hát még jobb, na hát akkor jó kis eső lesz szerintem. Mégis a viharba fogok hazafelé jönni, hát nagyon jó lesz. Szétáltat. Na mindegy, gyorsan megiszok egy távit az ismerősen, hogy beszélgetünk. Aztán megpróbálok hazaérni még akkor, már ott elég szépen megvan az eső, és ez erre fog jönni, az 100%. Thank you.
beszélgetés, meg kávézás, úgyhogy köszönöm szépen. Aztán elindulok, hát most vagy elkerült az eső, vagy nem, még azt nem tudom, mert itt dörgött meg csattogott, ahogy elindultam. De szerintem elképzelhető, hogy elkerül, és nem állom meg hazáig. Nem hisz, hogy hát jött volna itt a bal oldalra, 21-esnek a bal oldalára. De majd mindjárt aztán képet látok, hogyha kérünk a 21-esnek. Arra keletnek elég jó kitisztult. Arra viszont szerintem honnan dörög villámik, igen, azt látom. Gyere, gyere, gyere! Ott esik a hang, utána egy nagy esőfüggöny. Csak a kamerával nem bírok oda fordulni, mert jobb oldalt van rajta a kamera. Még villámik is elég szépen. Ez igen. Szép, szép kis eső. Hát pont elkerült, akkor szerencsém van. Vagy legalábbis lehet, hogy mintha jönne visszafelé. De próbálok csinálni egy pár képet. Vagy videót. Így. Ó, de jól néz ki. Gyönyörű. Ó, de gyönyörű. Eligen. És arra is esik. Yeah.
Jó. És akkor szerintem most a motorról is jól lenne csinálni akkor egy képet. Akkor viszont lehet, hogy le kéne menni oda, mi? Nem, hogy leviszem oda a motort akkor. Keep.